Még az ajnövényzet egy erdőszéli területen. Rengeteg ilyen esethez kellett kivonulni a megyei tűzoltóknak az év első felében. Szám szerint 996 szabadtéri tüzet regisztráltak az első hat hónapban, ebből pedig több mint 700 érintett erdős területeket. Ilyen számokat rendszerint év végén összesít a Katasztrófa Védelem Megyei Igazgatósága, a legtűzveszélyesebb időszak pedig még egy-két hónap múlva jön csak el. Nem véletlen a tűzesetek megszaporodása, hiszen az elmúlt 15 év legszárazabb éve az idei, mondta el 35 Perc című műsorunkban Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. Úgy jöttünk ki a télből, kezdtük el a tavaszt, a rendkívül száraz és csapadékmentes volt a téli időszak is. Az évnek két olyan időszaka van egyébként, amely szabadtéri tüzekben gazdag. Az egyik az a tavaszi, koratavaszi időszak a másik pedig a nyár végig, kora őszi időszak. Na most ez az időszak, amit most élünk, ez a nyár dereka, nem jellemző erre az időszakra szabadtéri tüzek nagy száma. Most viszont a rendkívüli időjárás sokán, tehát hogy nagyon kevés a csapadék, nagyon magas a hőmérséklet, ezek a tényezők oda vezettek, hogy tulajdonképpen a nyár végi időszakot előrehoztuk, és nagyon nagy számban keletkeznek a megyében szabadtéri tüzek. A tűzveszély csökkentése érdekében jelenleg is országos tűzgyújtási tilalomban érvényben. Így tehát tilos tüzet gyújtani az erdő területeken, valamint a fásításokban, ide értendőek tehát az ott elhelyezett nyilvános tűzrakóhelyek is. Az országos tűzvédelmi szabályzatot is szigorították egy hónappal ezelőtt. Magyarországon tilos szabad, a szabatér égetés, ez a levegő védelmével összefüggésben lévő jogszabály mondja ezt ki de ezen főszabály alól más jogszabályok adhatnak felmentést. Belterületen, ha az önkormányzat alkotott rendeletet a belterületi égetéssel kapcsolatban, akkor az abban foglaltak mentén, az abban leírt szabályok, időpontok, egyéb feltételek mentén lehet ilyen tevékenységet végezni, de ez nem lehet, soha nem lehet mondjuk háztartásuk, vagy kommunális hulladék elégetése, műanyag gumi, ez szigorúan tiltott szabadtéri, vagy hát növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett anyagok égetéséről beszélhetünk. Aztán külterületén a mostani OTS, ez az Országos Tűzőnői Szabályzat rövidítése hozott egy olyan változást, elsősorban a fagykárok megelődése miatt, hogy füstfejlődéssel vagy lánghatással járó olyan tevékenység, amely összetévezhető valós tűzesettel, az bejelentés köteles. Ezt a bejelentést a megyei katasztrófa védelmi igazgatóságnál írásban kell megtenni, tette hozzá Leskovics Zoltán. A tűzoltósági főfelügyelő emellett hangsúlyozta, a július elején megkezdődött aratásnak is szigorú tűzvédelmi szabályai vannak. Ugyan a gépeknek a használat előtt felül vizsgálaton kellett áttesniük, a gazdáknak a száraz és szeles időjárás miatt a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel kell dolgozniuk a szántóföldeken.